Kihalt pálya, üres öltözők, és a játékosoknak se híre, se hangva. Ez a látvány fogad minket, ha most ellátogatunk a Sarkadi Kinizsi Labdarúgó Egyesülethez. Hát az utolsó 6-8 évnek a visszamenőleg, ami már többször megfordult ez itt a felnőtt csapatnál, hogy létszámhiányban voltunk, kevés volt a fiatal, és igazából ez most csúcsodott ki. Tavaly nyáron szerettük volna már a felnőtt csapatot megye kettőbe indítani. Sajnos a vezetőség és a csapat nem nagyon volt közel egymáshoz, mert itt a jó magam és a csapat is azt szerette volna, hogy ne induljunk a megye egybe, mert az igazság, hogy nagyon kevés csapat van, és az a kevés csapat az viszont pénzileg nagyon elment ez a megyei foci, és ugye nem mi kisebb falu, tehát itt gondolok a Szarvas, Orosháza, ugye Végegyháza, ott inkább a szponzorok, a Szeghalom, Gyomendrő, tehát itt olyan pénzek, meg olyan prémiumért, meg fizetésen játszottak a labdarúgók, amit mi itt Sarkadon nem tudtuk megtenni, és nyilván azok a játékosok, azok nem ide jöttek hozzánk, hanem ezekre a helyekre, és mivel megye kettő azért csak barátságosabb lett volna, amit szerettünk volna, de az elnökség a megye egy mellett döntött, ebből ugye voltak problémák, de sajnos a csapat meg ugye így a legvégén én ittam meg, hogy mi ittuk meg a levit, mert az elnök úr elindította a csapatot a megye egybe, aztán októberbe pedig beadta a lemondását, itt hagyott bajnokság végéig minket, ugye engem, az elnök helyettest, meg a csapatot, aztán úgy csináltuk végig december az utolsó fordulóig, hogy játszok le normálisan a meccseket, és akkor nyilván utána jöttek ezek a problémák, hogy akkor mi lesz majd a mostani tavaszi szezonnak az elindulása. 2023. február 9-e. Ezt a napot fekete betűkkel vésték be a Sarkadi sport történetébe. Ugyanis ez az a nap, amikor megjelent a hír, hogy a Sarkadi Kinizsi Labdarúgó Egyesület felnőtt csapata visszalép a Magyar Vármegyei első osztály küzdelmeitől. A csapat 1946-ban alakult, és most először fordult olyan elő, hogy nem lesz ott a vármegyei osztályok valamelyikében. És ugye itt a játékosok látták a bajt, hogy ehhez a szinthez kevesek vagyunk, létszámba is, anyagilag is, és akkor jelezte ugye 4-5 futballista egyből, hogy szeretne igazolni. Ugye amúgy sem volt nagy keretünk, ebből a 18-9-es keretből visszalépett 4-5, utána ugye mi január 26-án elkezdtük a felkészülést. Kevesen voltunk, én mondtam a következő hét keddi edzés, hogy akkor jöjjön ki mindenki, beszéljük meg, mert nyilván azért ez Csaba fele, tehát a szövetségnek is le kell adni az elképzelésünket, hogy indulunk, nem indulunk, meg ilyenkor ugye a átigazolás egy hónap, január 15-től február 15-ig, én úgy gondoltam, hogy azok a játékosok, akik szeretnének még nyilván focizni, felnőtt játékosokról beszélve, azok el tudnak igazolni más helyre, nem maradjanak játék nélkül, mert ugye az átigazolásból, hogyha kimegyünk, akkor nyilván nyárig sehol nem tudnak játszani. És akkor itt jött az, hogy a 4-5 ember mellé az első edzésen jelezte még legalább 3-4 ember, hogy akkor ha itt nem, akkor ők szeretnének menni, és akkor a végére 10-12 játékos igazolt el. És akkor így, mivel hogy a U19-et meg a felnőtt csapatot is én csináltam, így az U19-el tovább folytatjuk, meg hát nyilván lefele megvannak a korosztályok, a kisebbek azok ugyanúgy megyünk tovább, meg hát nyilván most azokat a lyukokat be kell tönni, amit itt hagyott a volt elnökség, most vagyunk pont abban az időszakban, hogy egy új vezetőséget szeretnénk felállítani, közgyűlés kell, most március, lehet, hogy átmegy majd áprilisba, és nyilván nyárra szeretnénk kialakítani egy új vezetőséget, és persze a felnőtt focit azt ugyanúgy tovább vinni. Elég nehezen érintett a dolog, mert ugye tudni kell, hogy hát
Én édesapám törököltem a foci szeretetét, már egész kicsi koromban, ugye? Én 12 éves kort kellett akkor betölteni, hogy leigazoljon akkor egy gyereket a egyesület, de különengedélye ugye 10 éves voltam, amikor 84-ben engem az egyesület leigazolt. Amikor leigazolt, és nyilván azért 84 az nem most volt, attól azért jó pár évet lefutballoztam itt ebbe az egyesületbe, kisebb egy pár év megszakítása, mert nyilván a katonai idő, meg azért egy-két helyen én is megfordultam. Ugye 2002-ben végeztem el az edzői iskolát, amikor még, vagy tanfolyamot, amikor még fociztam, akkor megkaptam a legelőször a serdő csapatot, és úgy gondolom, hogy azért végig jártam a kicsiktől, a serdülő, az ifi, meg ugye most a felnőtt csapatnál is edzősködtem, és azért ez a azért 2002 óta azért, hogyha kiszámoljuk egy jó pár év alatt, sok gyerek megfordult a kezem alatt, és azért így eléggé szomorúan érintett az, hogy ide jutottunk, az, hogy a felnőtt csapatot nem tudjuk elindítani. Na, ha nem is sikerül a megye 2-be, a megye 3-ban mindenféleképpen a felnőtt csapatot el kell indítani, mert én úgy gondolom, hogy vannak tehetséges gyerekek itt, ha csak akik most itt vannak, nekem majd 16-18-as keretem most az ifibe, ugye vannak a 17 évesek is, akik már jönnek felfele, akik ugye jövőre, utána azért már ők is döngetik ott a felnőtt csapat öltözőnek az ajtaját, ami nyilván, hogy nehéz lesz onnan elkezdeni, de én nagyon bízok benne, hogy nem fog sor kerülni erre, hogy nem tudunk majd felnőtt focit látni itt még sarkodon. Sok szurkoló, azt mondom, hogy aki kijárt az utóbbi időben sarkod meccsre, azért ez borítékolható volt, tehát sokan tudták azt, hogy nem jó itt a helyzet, és nyilván mindenki azt mondja, hogy nyilván ne adjam, vagy adjuk fel nyilván majd a vezetőséggel, hogy tovább kell csinálni, mert kell sarkadon a felnőtt foci, de hát nem egyszerű. Sokan telefonáltak, most sokan írtak akkor, amikor ez az eset megtörtént, de mindenkinek csak azt tudtam mondani, hogy tehát sok év kellett ahhoz, hogy eljussunk ide, sajnos. Ha nem látták, hogy ott van? Nem érintett jól. Meglepő volt. Igazából tanácsadók voltunk, hogy mit kezdjünk utána. Beszéltük itt az elnökséggel, a csapattagokkal, hogy nyáron újra akarjuk indítani ezt az egész felnőttet. Igazából még tervek nincsenek. Igazából, de akarunk, igen. Új csapatot, igen. Én itt akarom folytatni, bármi áron. Én ugye itt focizok az ifjúsági csapatba is. Szeretném folytatni minden áron. Mint hallhatták, bármennyire is borúsak a körülmények, a csapat pozitívan áll a dolgokhoz, és ha minden jól alakul, következő szezonban akár újra pályára is léphet a felnőtt csapat.